Jelenleg oktatunk ének, amit én szoktam tanítani. Közösen oktatunk zongora, hegedű, gitár, ukulele, dob, furuja. Furuja. Minden olyan hangszert, amik a kicsik megkívánnak. Hát a célunk az az volt, hogy olyan helyen teremtsünk, hozzunk létre egy versenyt, ahol nem annyira gyakori. És hogyha van is, akkor nem kifejezetten zenei stílusra legyen leszűkítve, itt most a népi éneklésre gondolok, hanem hogy szabadon választhassanak a jelöltek, hogy ők mivel szeretnének részt venni a versenyen. Tehát ez volt az elsődleges célunk, hogy szabadon dönthessenek, és azzal az énekkel szállhassanak a ringbe, amiben a legbiztosabbak, és úgy érzik, hogy kiteljesedhetnek abban az énekben, lelkileg is. Volt egy első megmérettetés, ami online történt, azért a technikának is van előnye, hogy maga a versenyszakasz a döntő ne legyen túlságosan hosszú fárasztó számukra. A jelentkezők száma 50 fölött volt, amin nagyon pozitívan meglepődtünk. Ennek volt egy kiértékelése, és úgy lehetett tovább jutni a döntő szakaszban, ami a mai nap folyamán történt meg. Meglepő módon nehéz volt döntést hozni, tehát nem csak mi, hanem a zsűri tagok is, hogy kijusson tovább a döntőben, mert szerintem ma is lehetett érezni azt, hogy nagyon egy vonalban voltak a versenyzők, tehát nem volt kiingadozás, hogy nagyon gyenge vagy nagyon magas teljesítményük volt, hanem mind nagyon ügyesek voltak. És ugyanez történt az online verseny részben is. Tehát nehéz volt eldönteni azt, hogy kijusson ide be. És úgy érezzük, hogy azok, akik nem jutottak majd be a versenybe, jövőre motiváltabbak lesznek, és újra megpróbálják, hogy sikeresen bejuthassanak ők is ebben a szakaszba. Milyen műfajokkal jelentkeztek? Most itt a döntő vezömében népdalt hallottunk. Igen, miért? Pont az, amiről beszéltem az elején is, hogy a népdal az, amit mindenki a szívében hordoz, amivel születik. Tehát mivel a paraszti életmódból fentmaradt népviselet, néphagyomány, amit próbálunk folyamatosan, és a vidékiek nagyon erőteljesen még tudják hozni ezt a hagyományt és őrizni, ugyanígy a gyermekek is ehhez nyúlnak vissza. Tehát az elsődleges éneklési forma nekük a népdal. Ebben bíznak a legjobban. Miért? Mert ezt hallják szüleiktől, hallják a nagyszüleiktől, hallják az óvodában, az iskolákban, de meglepő módon sokan jelentkeztek könnyűzenei dalokkal is. Ott inkább az volt a probléma, hogy a nehézség annak, hogy valamelyik előadóval énekelik együtt, vagy karaoke verzióban énekelik, és ahogy mondta a zsűri elnöke is, Sebestyén Lázár Enikő, hogy nagyon nehéz tud lenni, hogyha nem megfelelő a hangnem számukra. Tehát vagy mélyebb, vagy magasabb, és akkor kicsit kínozzák saját magukat a hangi adottságaiknak nem megfelelő ének miatt, és ez miatt sajnos nem tudtak bekerülni. De reméljük, hogy azt a visszajelzést, amit kaptak tőlünk és a zsűritől, hogy átértékelik és rájönnek arra, hogy szükség van közben zenei útmutatásra, hogy közösen kiválasztjuk egy szakemberrel, hogy melyik az a dal, melyik az a megfelelő hangnem, amiben ő a legjobban tudja előadni azt a művet. Kapuja, kapuja.
a figyelmet, hogy azt, amit Kitti és Balázs csinálnak itt a környéken, az egy akkora értékteremtő munka, amit szerintem értékelni és tisztelni is kell, és bízom abban is, tudom is azt, hogy a közösség is értékeli és tiszteli. Ti vagytok az egyik legjobb befektetőnk szerintem, mert aki a jövőbe fektet be, az bizonyára fog majd aratni, és én kívánom azt, hogy minden erdővidéki fiatal, aki hozzátok fog jönni zenélni, énekelni, az megtapasztalja, hogy tényleg az, amit itt tanulnak, itt kapnak, az egy óriási nagy érték. Úgyhogy elsősorban nekünk szerettem volna gratulálni, és a közösségnek, hogy ennyire támogatják. A versenyről nagyon-nagyon sok tehetséges gyerekkel találkoztunk ma. Tényleg öröm volt itt lenni, hallgatni végig ennyi sok szép, ügyes és kedves kisgyereket, nagyobbacska gyerekeket, örömmel, bátran kiállva, szépen felöltözve, megadva a hangulatát ennek az egész versenynek és a szintjét. Mégis azért, hogy ugye a zsűrinek az a dolga is, hogy adjon egy visszajelzést a versenyről, azért egy-két dolgot tanúságképpen elmondanék, ugyanis énektanárként keresem a pénzem és ehhez értek. Tehát mindenképpen, amit elsősorban szeretnék mondani, kedves versenyzők, az az, hogy figyeljetek a szövegnek a kiejtésére, a szóvégi lezárásokra, szépen, magyarosan elcsöki, énekeljük azokat az énekeket, érthetően a szóvégi T betű, K betű hallható legyen, a ritmikája, ahogy a magyar nyelvnek a ritmikája van. Tehát ez nagyon fontos, hogy a szöveget énekelve is kiejtsük. Törekedni kell a tisztán éneklésre. Tehát vannak gyerekek, akiknek nagyon-nagyon jó a hallása, nagyon-nagyon jó a füle, már születésileg, van akinek kevésbé, és van akinek azért nem annyira. Viszont minden gyerek fejleszthető. Én azt javaslom, minél többet énekelni, minél többet zenét hallgatni. Nyilván nem a repből fogjuk megtanulni a szépen és a tiszta éneklést, hanem olyan dallamokból, aminek tényleg van melódiája. Ezen kívül a tempónak a pontosságát, tehát hogyha elkezdünk egy éneket egy tempóban, akkor figyeljünk arra, hogy közben ne lassuljon, vagy közben ne gyorsuljon. Tehát, hogy annak a tempónak, ha csak nincsen előírva, hogy van egy lassú és gyors része, akkor az maradjon meg abban a határozott tempóban, és ne váltakozzék. Akkor, ami még nagyon-nagyon fontos, az a levegővétel. Azt meg kell tanulni minden kis énekesnek, és nagyobb énekesnek is, hogy szó közben soha nem veszünk levegőt. Levegőt mindig akkor veszünk, amikor egy szót kiénekeltünk, vagy kibeszéltünk, igaz? Sőt, zenei mondatok után, hogyha kibírjuk levegővel, akkor vegyünk levegőt. Kis kete lányom, fehérbe vagyok, fehér a rózsa, kezébe vagyok, mondom, fordulj ide, Mátám asszony, mondom, fordulj ide, Mátám asszony. Citrusi menta, kajcai rózsa, elmenni táncba, ha szép lány volna, mondom, fordulj ide, Mondom, fordulj ide, Mátám asszony. A juhásznak jól van dolga,
Tehát a verseny alatt volt egy adott közönségünk. És a gyermekeknek inkább a szüleik voltak meg a hozzátartozójuk. De mikor ma a döntőben a dobogósaink fel kellett ide lépenek a színpadra, akkor láttuk rajtuk azt, hogy egy picit nagyobb a drukk bennük. Biztos abból is jött, hogy tudták, hogy ők már nyertesek, és bizonyítaniuk kell, hogy ők jogosultak arra a díjra, arra a nyereményre, és plusz, hogy látták, hogy teltházon. Tehát az még nekünk is felnőtteknek, meg szakmabelieknek, akik azért rendszeresen fellépünk színpadra, nem azt mondom, hogy nehézséget okoz, hanem egy hatalmas koncentrációt, egy elszántságot, egy nagy hatalmas odafigyelést, hogy tudjam, hogy mikor, hogyan kell azon a színpadon helytállnom, és az ilyen pici emberkéktől, akik nagyon tehetségesek, nem várhatjuk ugyanezt el. Tehát nekik ez nagyon kiszámíthatatlan. Lehet, hogy most tökéletesen adják elő, és két perc múlva elrontsák az egészet. Tehát nekük még ez nincs kialakulva, hogy ez a koncentráció az fókuszált legyen, és folyamatos. Azok a gyermekek, akik ma nem kaptak nagy díjat. Tudom, hogy milyen rossz érzés, mert én is voltam ugyanebben a helyzetben. Tehát én harmadikos koromtól folyamatosan versenyeztem. Volt, amikor akartam, volt, amikor nem akartam, de általában akartam. Még akkor is, hogyha nem. Mert motivál. És tudom azt, hogy mikor az a díjkiosztó megtörténik, és a neved nem csendül fel abban a három helyezésben, az nagyon rossz érzés. De ezt nektek mondom, és tudjátok meg, hogy nem ez számít. Ez egy jelenlegi döntés. Abban a pillanatban úgy látták azok az emberek, hogy az a három személy érdemelte meg azt a nyereményt. De nem azok az igazi nyertesek, akik csak ma nyertek, hanem azok az igazi nyertesek, akik minden nap fel tudnak állni, és újból kezdeni a dolgokat, újból gondolni, és még nagyobb határozottsággal, még nagyobb akaraterővel azt mondani, hogy semmi baj, előről kezdjük, és megpróbáljuk kijavítani azokat a problémákat, amiket javasolt nekünk a zsűri, vagy amiket mindig mond a tanárbácsi, tanárnéni, hogy azt még egy picit kell faragni. Úgyhogy csak annyit kívánok nektek, hogy ne csüggedjetek, jelentkezzetek bátran jövőre is, nincsen senki előtt akadály, csak kihívás. Tehát nagyon fontos az, hogy bízzatok magatokban. Ha folyó víz volnék, bánatot nem tudnék, hegyek, völgyek, Te
mondani, hogy nagyon ügyesek voltatok, szívből gratulálom mindenkinek, és tényleg, ahogy Balázs is elmondta, aki ma ide jött, az csak nyert. Én megmondom őszintén, én is nyertem a mai verseny által. Annyi szép gyereket, énekhangot hallani, nekem tényleg öröm volt, ha bár minden nap ezt hallgatok, tehát én mindig énekelek a gyerekekkel, de ez a mai alkalom, ez különleges volt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek, és szívből gratulálok mindenkinek.